üdv! tudta de, hogy a reformkor egyik jelentős személyisége, Táncsics Mihály, egy évet élt Kolozsváron? Táncsics az akkor 14 éves gróf Teleki Sándor nevelőjeként került a kincses városba. Igen, Petőfi Sándor későbbi barátjáról van szó, aki a szabadságharc alatt honvédezredes, később pedig Giuseppe Garibaldi tisztje lett. A volt nevelő feljegyezte róla, hogy nem szeretett tanulni, és inkább a színészeten járt az esze. Táncsics Mihály Kolozsváron adta ki Pazardi című regényét, melyet háromszor írt át, és végül csak betiltottak. Az incidens után tért vissza Pestre. Egykori kolozsvári lakhelye a Teleki Mikes Palota mind a mai napig megtalálható a belvárosban.